Mai videóban itt van velem Betty! Sziasztok! Ma Bettynek egy nagyon szuper Ariana Grande-s hajat fogok készíteni. Bizony. Már volt ilyen sorozatom, a Mint egy sztár, és akkor híres emberek fonásait készítettem el, és az nagyon tetszett nektek, és már volt is Ariana Grande-s haj, és arra gondoltam, mivel az utóbbi időben is nagyon szuper fonásai vannak, hogy ezek közül egyet elkészítek nektek, és Bettynek bár szőke a haja, de attól még nagyon-nagyon jól fog neki is állni, úgyhogy ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velünk! Be is teszek nektek ide képet, hogy milyen lesz a végeredmény, és ahogy láthatjátok, végülis ez egy cof, amiben megy középen is, meg két oldalt a fülnél is egy-egy vékony fonás, ami gyűrűkkel van díszítve. És ezért én most először itt a középső fonást fogom elkészíteni, és ezek a fonások körülbelül egy ilyen 1 cm-es sávok, amik be vannak fonva, és ilyen gyűrűkkel vannak díszítve. Én rendes gyűrűket fogok használni, mert nekem nincsenek hajgyűrűim, és ez legalább szerintem nektek is segítség, hogy akár láthatjátok, hogy ilyen sima gyűrűkkel is el lehet készíteni. Ezeket a H&M-ben vettem, már van egy ilyen gyűrűfonásos videóm, és abban használtam őket, és most megmutatom, hogy ezeket hogyan tudjátok beletenni a fonásba. Itt középen leválasztunk egy 1 cm-es sávot, és ezt fogjuk befonni. A többi hajat én megcsatolom csatokkal, hogy biztosan ne vegyek el onnan hajszálakat a fonásomba. Úgyhogy ezt most meg is teszem. És ezt a sávot egy sima 3-as vagy fordított 3-as parketta fonással lehet befonni. Szerintem én most sima 3-as parketta fonással fogom, és minden egyes hozzáadás után fogok beletenni gyűrűt. Úgyhogy most először itt az elejét leválasztom, három egyenlő részre osztom, és elkezdem a fonásomat. Először középre teszem mindkettőt, utána mindkettőhöz adok még egy-egy tincset oldalról, de utána már mindegyik ilyen hozzáadás előtt adok rá egy ilyen gyűrűt is. Utána egy kicsit megállok, nem adok hozzá többet, hanem csak simán tovább fonom. Ezután egy ilyen nagyobb hajtűvel áthúzom a fonásomat végül is, aztán előveszem a gyűrűt, amit rávezetek a hajtűre, és áthúzom a fonáson. És már itt benne is van a gyűrű a fonásomban. Ezután visszabontom ezt a részt, amit itt simán végigfontam, és ismét elkezdek hozzá adogatni. Egyik oldalról is, másik oldalról is. Miután elértünk ide a fejtetőre, ahol nagy valószínűséggel a cof is lesz, onnantól kezdve már nem adok plusz tincseket oldalról, és nem teszek bele plusz gyűrűket a fonásba, hanem csak végig fonom, és itt a tövénél szorosan egy szilikon hajgumival rögzítem. Miután megvagyunk a középső sávval, el fogom készíteni két oldalra is ugyanezt a fonást, ugyanígy fogom hozzáadogatni a gyűrűket, és itt leginkább a legnehezebb rész szerintem az, hogy két egyformá vastag sávot válasszunk le, mint amilyen itt ez is volt, és a kettő is egymással valahogy szimmetrikus legyen, úgyhogy szerintem most ez el fog venni egy kis időt, lehet hosszabb idő lesz, mint maga a fonás, és ugyanebbe a pontba kell, hogy tartsanak azok a fonások is.
elkészítettem ma mind a három fonást, itt ezt a két háromszöget külön egyenként egy-egy kicsi cofban ide kötöm középre, és hajlakkal szépen simára fésülöm, mert így sokkal egyszerűbb lesz összekötnöm egy nagy cofba, mint hogyha egyszerre akarnám az egészet, hanem először az egyiket, utána a másikat, és majd végül a hátulját is ugyanígy odafésülöm, és egybe összekötöm őket egy nagy cofba. El is készültünk ez a szuper Ariana Grande-s fonott, gyűrűs coffal. Reméljük, hogy tetszett nektek. Neked tetszik, Betty? Nekem nagyon. Nagyon tetszik. Most még éppen a fesztivál szezonban szerintem nektek is teljesen aktuális lehet, úgyhogy bátran készítsétek el, és mindenképpen küldjetek nekem róla képeket, itt megtaláljátok az elérhetőségeimet, és találkozunk a jövő héten egy újabb hajas vagy fonásos videóban, és addig is sziasztok! Sziasztok! Úgyhogy most először ezt a középső fonást fogom elkészíteni, ehhez levágok. Hát azt inkább nem lehet. Leválasztok egy vékony.